A birkozók olimpiai kimaradásának félelmeivel már foglalkoztunk az előbb, most az érem másik oldala következik, 7 sportág küzd a 2020-as programra kerülésért. Wushu, sportmászás, falabda, karate, wakeboard, baseball, softball együtt és görkorcsolya. Több már volt műsoron, korábban a görkorcsolya a szüzek között van, 2016-ban már majdnem felkerültek. A magyar görkorisok közben a világjátékokra készülnek, van már magyar a világszövetség vezetésében is, úgyhogy Lovasi László hazai elnök, Kasszola Tamara főtitkár és Gardi Dominika válogatott versenyzővel jön most a reményfutam 2020-ra. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És kezdjük ott, hogy találkoztatok-e feldühödött birkózókkal? Nem találkoztunk. Igazából közöttünk nem ilyen a viszony, és azt gondolom, hogy ezt nem is így kell elintézni, mert igazából nem a mi sportágunk, vagy akár a szövetségünk tehet arról, hogy felkerültünk, hiszen már máskor is szóba került a görkorcsolya, hogy olimpiai sportágként szerepelhessen majd később. Most nagy a várakozás és nagy az izgalom az egész sportágban, hogy ebből a 7 plusz 1, tehát 8 sportból akár győztesként is, tehát olimpiai programra kerülőként is jöhetek? Kijöhetek majd? Többször volt ilyen lehetőség kapujában a görkorcsolya, 3-4 évvel ezelőtt is, és nagyon reméljük, hogy ebből most már olimpia lesz tényleg a sportágunk számára is. Nagyon nagy a várakozás, és nagyot lendítene a sportág helyzetén is. Dominika, a versenyző szemével, hogyha érvelni kellene, mert ugye a hírek szerint itt nagyon-nagyon sok szempontot mérlegelnek, hogy melyik sportág kerülhet be, 39 féle szempontot vizsgálnak. Mondjál egy párat, hogy te mivel érvelnél a görkorcsolya mellett, hogyha mondjuk oda kerülnél és neked kellene érvelni. Hát szerintem ez a sportág nagyon izgalmas és jól lehet közvetíteni. Hát nagy taktikai csaták folynak futam közben, meg sokféle versenyszám lehet indulni, és így többféle képpen nézheti a néző. Hát pár érvet már mondott, már is tudjuk folytatni? Hát azt hiszem, hogy számos érv szól a görkorcsolya sport mellett. Igen, hát nagyon sokféle szakágunk is van. Vannak gyorsasági, művészi, görhoki számaink, tehát mindenki megtalálna már, mint a közösség, a közönség azt a sportágat, ami számára fontos lenne és érdekes. És azt hiszem, hogy a nemzetközi lobbink is jó pár, tehát most lesz jövő héten a nemzetközi konferencia, és azt hiszem, hogy készülnek nagyon sok érvel, hogy a görkorcsolya legyen végre az a sportág. Mivel sokféle szakág van, és meg távok, meg műfajok, azt is lehet mondani, ugye, hogy még elég komoly fejlődési potenciál van ebben a sportágban. Tehát egyes sportágok ugye éppen defenzívában vannak, mert hogy kevesebb félét tudnak csak adni, mert nem közvetíthető. Itt viszont úgy tűnik, hogy egy terjeszkedés folyik, nem? Hát folyamatosan bővül a versenyszámoknak a formája is, és a versenyszámokon belül is különböző elemekkel látványosabbá teszik a futamokat a kerékpársporthoz, a pályakerékpársporthoz hasonlóan pontozásos futamok, kizárásos futamok, csapatversenyek vannak, váltóversenyek, amivel egy szűk pályán csodálatos versenyeket lehet rendezni. Tamara, van ebben egy kis előny, meg akár hátrány is lehet, hogyha mondjuk azt mondják, hogy hát jó, a görkorcsolya nagyon szép, nagyon látványos, na de hát a testvére ott van a téli olimpián, a gyorskorcsolya. Hát igen, ezt gondolom, hogy egy komoly év lesz majd, de igazából... Te mint jó ismerőség. Igen, de igazából azt gondolom, hogy a görkorcsia, mint hogy a sportágak itt is, hogyha berendezik, ez egy ilyen divat sport. Tehát igazából mostanában egy-egy ilyen sportág azért felkerül az olimpiára, és ilyen szempontból azért azt hiszem, hogy ez egy más kategória. Tehát abból a szempontból is, hogy igaz, hogy vannak ebbe játékos, gyorsasági, állóképességi csapatjáték elemek, azért itt azért a látvány nagyon sokat számít. Neked melyik a kedvenc műfajod? Hát én az eliminációt szeretem a legjobban, az abból áll, hogy vannak csöngetős körök, általában 2 körönként, és abba a körbe, aki utoljára halad át a célvonalon, az kiesik a versenyről. Kipottyant, és akkor megyünk tovább a többiek, igaz? És általában 6 versenyzőt szoktak hagyni a végére, akik aztán az utolsó 2 körbe versenyeznek egymással. Mennyire szolgál mintául ebben a műfajban, tehát most a gyorsaságról beszélünk, a gyorskorcsolya? Hát régebben
úgy is tanítottuk, mint én is tanítottam, hogy a gyorskorcsolyával nagyon közel rokon sport volt a görkorcsolya, és nyaranta görkorcsolyáztak a gyorskorcsolyázók, de későbbiekben ez teljesen külön vált, és technikailag is egészen más elemeket tartalmaz most már a görkorcsolya, mint a gyorskorcsolya. Te például, Dominika, te rámész a jégre, vagy az neked teljesen hát van heti egy edzésünk jégen, de az azért nem ér túl sokat, meg azért más a kettő technikailag is. Tehát akkor ez az ilyen irányú, tehát itt távolodik egymástól, széttartó a két sportág, az, hogy a görkorcsolya fejlődik. Na de nézzünk egy másik érvet. A birkózók például azt, hogy nem akarok szembeejteni benneteket, de ők ugye egy hihetetlen dicsőség táblát mutatnak föl a múltból. Mit ígérhet a magyar görkorcsolya, hogyha olimpiára kerülne Magyarország számára, pontokban, érmekben, helyezésekben? Hol tartunk? Hát, világjátékokra készültek. A világjátékokon sajnos nem tudunk részt venni. Nagyon fiatal, lelkes csapatunk van, akik 3-4 év múlva érhetnek oda a felnőtt kor versenyeihez. Tavaly Európa-bajnokságon ezüstérmes váltunk volt, korábbi években volt junior korcsoportban Európa-bajnokunk, Huszár Erika, aki aztán átváltott a short track-re a jégkorcsolyához, és felnőtt korcsoportban már nem görkorcsolyázott. Ez a utánpótlás csapatunk, aki most utóbbi években nagyon jól összetudtuk szedni őket, közösen készülünk a nemzetközi versenyekre, Európa kupákon veszünk részt, és világbajnoki 9. helyezésünk volt tavaly a junior A-korcsoportos fiúknál. Tehát akkor tulajdonképpen az új generációval már vannak ígéretek? Vannak bizony, tehát azt gondolom, hogy azért a pontszerző és hosszabb távlatokban nézve, tehát több olimpiai ciklusban azért azt gondolom, hogy akár megfelelő támogatás és felkészülés mellett akár éremes is lehet ebben azért még fiatalnak mondható sportágban. Mármint, hogyha itt a megfelelő támogatásról beszélünk, akkor ez most jelen pillanatban egy lelkes hobbi sport Magyarországon? Ez abszolút, a résztvevők finanszírozzák a sportágat. Minimális állami támogatással működik a sportág, de itt az egyesületekben főképpen a szülők fizetik a versenyeztetés, a verseny felszerelés költségeit, Európa-bajnokságokra úgy járunk ki, világbajnokságra, hogy nagyrészt saját pénzből. A műfajok és a szakágak közül melyikben várható Magyarországon nálunk, Tamara, jelentős fejlődés a következő évben? A gyorsasági szakágban. Tehát az a szakág, amelyben számos versenyzővel rendelkezünk, az, amely fejlődőképes, illetve nagyon sok egyesületünk van, főleg vidéken, és a szakemberek is nagyon fejlődőképesek, meg a versenyzők is. A végére értünk, még annyi kellene, hogy tegyél egy felelőtlen ígéretet, mondjuk összejön 2020, és mondjuk kikerülsz az olimpiára. Hát én nagyon örülnék, ha bekerülne, és ki is jutnék, mert... Ott leszel a csengetés végén is. Igen, 2020-ban ugye pont az a korosztály leszek akár, aki esélyes is. Úgyhogy ha beválasztják és kijutok, akkor nagyon remélem, hogy egy pontszerző helyet esetleg hozni. Ambíciós, egyben szerény ígéret. Hány számmal lehetne ott a görkorcsolya, hogyha minden jól menne? Tényleg utolsó kérdés az olimpia, ha bekerülne. Hát ez a gyorsasági férfi és női vonalon 3-4 szám, amiről tudunk, hogy tervezett. No. Akkor én azt javaslom, hogy folytassuk ezt majd a májusiak fényébe, vagy ezért, vagy azért, meg hát addig meg jó versenyzés, meg jó készülés nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.